Igen. rögzítettem. Ja. Nem tudom, én már leszettem róla a motort elvileg. De nézd, hogy Igen. cikrázik. Jó, mondom, meghagyjuk anomáliának. Találjunk ki valami más. Úristen, mit csináltál? Elengedtem. Nem áll. De ez veszélyes így. Tudják, hogy felém jön. Na, így jól néz ki. Nyugtasd a te kocsit. Nem tudom mivel. Ctrl Z. Nem Undo tudom. motor. Na, már lenyugodott. Leesett a kerék. Na, hát elvileg akkor. Ah, sikerült. Na, jó volt. De pont feje lefelé van. Nem tudom melyik az eleje, meg melyik a teteje, nézd meg. Fú, hogy szétesek ki. Hát ez már amúgy... Majd halomós kavas. A gyönyörű hot rodon. Nézd meg, egy kicsit ki van. De várjál, de én láttam, van itt külön olyan, hogy ez ilyen kocsi alváz. Láttam, hogy van ilyen. Te mit csinálsz? Én semmit, a kocsid megy. Aha. Ezt akartad, nem? Mondja itt hagy minket. Fantasztikus. De most hogyha ilyen sem megy. Nem tudom. Onnan én láttam, hogy direkt ilyen kocsi alvász tengelyt. Csak nem tudom, hol láttam. Basszus, pedig tudom, hogy láttam. Hát basszus, pedig tudom, hogy láttam valahol. Hát mindegy. Amit te mit csinálsz? Kocsit. Ne kérdezted, hogy fog menni. Hát... Érdekesen. Minden esetre nem dől el. Na várj, megpróbálok motort rakni az egyik kerékre. Nem tartom jó ötletnek. Én megmondtam. Úristen, ez brékel. Nagyon durva. Ez felé viad. Tiszta Csernobil. Kicsi hot rodom meg. Elakadt. Hol van itt a hot rodod? Itt van, elakadt. Elakadt egy háromszögbe. Segítek meg. Gyönyörű. Háromszög alakulva. Ez se rossz. Na jó. Építsünk most már valami. Valami komolyat. A hot rodod. Ne haragudj. Hát, nézd fel az égre. He? He? Az mit csinál? Ez visszaesik? Nem esik vissza? Ez mit csináltál vele? Elvileg... Raktam rá ilyen izomemelőt, de... Mi csinál? Mi az a izé, ami kijön belőle a lézer? Nem tudom, de innen látszik a házunk. De minden áron ide ragadt. Hát nem tudom, ez a hot rod már nincsen a helyzet magaslatán. Igen. Eddig se nagyon volt. Hát szerintem ez már ide rendeltetett. Ó, leesett!
Nézd már, helyreállt a hot rodod. Hm? Helyreállt a kocsid. Hol? Oda vissza. Hát ez tényleg helyreállt. Na. De nincs meg mondjuk rajta izé a energiatakarékosító. Hát az nagyon a legkisebb baj, azt még utólag rá lehet tenni. De most egyre így megtartjuk. Nem motor kell nekem, hanem axis. Föltesszük rá a másik teket. De valamelyik keréken még esetleg működik a motor? Fogalmam sincs. Értem. Na jó, hát akkor valamit kinevezek motornak. Mondjuk ezt a szép radiátort. Nem éppen ezt akartam. Nem ezt. Na, miért nem tudom felemelni a radiátor? Nem tudja felemelni a radiátor. Nem ragasztottad oda? De lehet. Ó, másik. Nem, Ctrl C. Nem. Még egy Ctrl Z, le fog esni a kerék, mi? Nem, most már lehet emelni. Na. De. Jó. Akkor az előbb valamit itt akadt a játék. És akkor ezt hogy lehet valahova odaragasztani? Mert nekem ez most tengelyen van, vagy mi? Nem tudom. Te játszottál ezzel a játékkal. De két éve! Nem tudom. Hát láttad, hogy amit motort hozzá akartam rakni, az mind az volt, hogy a kocsid... vagy a saját kocsim meg akart ölni. Mondj valamit, hogy jó hallom. Hát ez így nem működik. Nem, de hogyha oda van rögzítve, akkor főleg nem is fog. Most már talán működni fog. Bár valami lebeg, valami miatt lebeg, valami még oda van rögzítve. Ez mit csinál most? Valamit csináltál, nem tudom. Igen. Az sikerült odaragasztanom? Lehet, hogy igen, a radiátor van odaragasztva, aztán amilyen.
lehet, hogy YouTube-on vagy valami webkeresőbe kéne találni valamit, hogy hogyan lehet összerakni. De légvömböt tudok rárakni. Ez nem jó. Kp... ilyet is. Nem indul. Sincs oda ragasztva? Ja, várjál, lehet. Hogy lerögzítettem. Az mi az a golyó? Ezt én raktam oda. De miért ne... De miért van oda ragasztva? Vagy most miért nem mozog? Ezt most nem értem. Hogyha rárakom azt a cuccot, akkor meghal. Pedig úgy furikáznék ezzel a szalva. Nem lehet, hogy kormány is kéne rá? Na, tessék, ha beszélsz, az megy. Ó, a kormány, ne viccelj már. Na, szállj fel, én is felszállok. Válj meg. Ja, úgyse tudsz menni, mert én irányítom. Mert... De hogy irányítod? Nagyon zsír. Hol vagyunk? Nem tudom. Na, azt hiszem tehettem volna rá egy bukókeretet is. Lehet. De hogy látnád most... magad itt. De én nem látom magam azon. De én igen. Látnak itt. Csaj meg folyamatosan itt van rajta. Csak forgok itt egy helyet. Valamit csinálj már. Tessék. Na, jó. Várjál, hajtóműveket tudtam rárakni. Az maradjon úgy. A izét választottam ki a építésnél a meghajtót. És akkor ráraktam egy ilyen hajtóművet. De talán tudod úgy irányítani, mint egy mondjuk egy repülőt, hogy az egyik hajtóműre ezt a gombot rakod, a másikra meg azt, és akkor tudod úgy kanyarodik. De az talán könnyebb, mint a izé. De miért amúgy kormány nem lehet rátenni? De biztos, hát, de fogalmam sincs, egy... hogy hogy kell. Hát érted, hogyha már építesz egy izét, egy járművet. Hát jó, de ne, én nem tudom, hogy kell. Akkor így tudsz. Na nézd meg. Hú, várjál. Hú, van egy ötletem. Na, akkor... ezt elrakom, hogy ide, ezt meg ide. He? Ó, már tudod, nézted? Ha, valamit már tud. De meg kanyarnak kéne lennie. Hát, fogjuk rá, hogy az. Na nézzük, ez mi lesz. Állj már meg! Nem tudok. Így, na nézzük, hogy így mi lesz az eredmény. Na, jó. Kanyarodni már tud.
Az csak így előre nem tud menni. Várjál, azt is megoldom. És nagyon erős lesz, szóval fel kell készülni. Na! Oké. Okay. Hát annyira nem. Még irányítható talán. Mehetünk? Mehetünk. Na, akkor várjál. Wow! Hát ez talán egész irányítható így. Vagy legalábbis annak tűnik. Nem tudom, hogy te megkapod-e az irányítást. Ha megnyomod a előre nyilat, akkor tudsz irányítani? Vagy tud megy neked? Mármint a nyilat? Aha. Nem. Page up-val, ott jobb oldalt a 9-essel a billentyűzeten. 9-es? A numerikus 9. Nem, semmi. Na megmondom, hogy hogy csináltam. Tehát, hogy szállj le, és akkor meg tudod nézni. Tehát, ha megnyomod a Q-t, és ott van, hogy meghajtó, azt kiválasztod. Meghajtó, na várja. Mert nekem ez itten... ugyebár... nekem ezek a mappa nevek... vagy Wheel fölött van szerintem. Wheel Rails? Szerintem igen. Hiszem. Uh-huh. Na, és akkor ott kiválasztasz egyet. Ott fönt ott de van, mit? Hogy... hát ott jobb oldalt azok a alakzatok, azok a meghajtók. Jobb bója, oldal. Meg mit tudom én, ilyen lámpabúra, meg doboz, kipufogó, hát, kuka. Én ilyet nem látok. A Wheel-nél, vagy a Rails-nél ott izé van. Ott, hát sinek, meg izé. Ja! Na várjál. Tehát azt látod ott jobb oldalt az eszközök és az építés panelt? Construction, igen. Igen, igen, igen. És ott az alján, ott nincs ott, hogy meghajtó? Vagy valami... ja, thruster. Na, azaz. Na. Ja, vödör. Igen, és igen, ha ezt hozzárakod, akkor úgy lehet. És ott akkor úgy lehet használni, hogy ott van fönt, hogy előre, az az Uppárov nálam most, meg a toláltás az a Domnárov, de ezt így be tudod rakni. Na és nézd meg nálam, hogy hogy van kiépítve, ide raktam a kockákat. Ha megnyomom a 9-est, akkor elindul a egyik fele előre, a másik meg hátra. És akkor úgy kanyarodik. A 3-assal is ezt csinálja, az előre meg hátra nyilla meg. Úgy állítottam be, hogy előre és hátra menjen. És akkor te is tudsz ilyet létrehozni. Hát ez a legjobb módja, amit én így ki tudok találni jelenlegi tudásommal. De ha például te is raksz rá egy hajtóművet, akkor úgy tudod. Meg lehet állítani az erősségét is a hajtóművek között. Ezeket nem tudod leszedni, vagy? Már még is elfér mellettem. Mellé is rakhatod, vagy a... tehetünk rá plusz utcot, ami... még rú? De nem húztad be a kézüféket. Ja, azt is kell rátem. Na várja, nem izéltem. Nagyon kontrollzé. He? Azt én raktam le, az a füst. Legyen füstje. Mhm. Várja, nem állítottam be ezt a meghajtó cuccot. Előre 6, hát ne a 6-os legyen. Jöjjünk a 8-as. 2-es. A kanyarodás még mindig nem nagyon értem, hogy ezt... hogy csináltad? Hát úgy, hogy a hajtóműveket változtattam, hogy melyiket nyomom meg, mert a hajtóműveknél a gombokat lehet változtatni. És akkor az egyik hajtóművet, amit leraktam, azt a jobb oldalára raktam, a másikat a bal oldalára raktam, és így külön gombokat állítottam be nekik, és akkor így az egyik ad nyomatékot, a másik meg elvesz, akkor kanyarodik. Nem úgy vannak gombok, meg mit tudom én, ilyen hülyeségek, de nem tudom most, úgyhogy melyik az, amivel lehet így normális dolgot csinálni.
Ilyen szempontból. Ja, meg lehet kamerát is rakni a cuccra. Például, hogy rárakok egy kamerát, vagy így hozzárögzítek egy kamerát, és ha megnyomom a gombot, akkor a kamera szemszögéből nézhetem a dolgokat. Jaj, jaj. A kamerát hozzá lehet hegeszteni a cucchoz. Hogy kell lehet izé kioldani, hogy ne legyen ugyan egy helybe? Úgy. Jó, megvan. Ez kicsit erősebb. Te mit lógnak ebből már? Hát a kanyarodás az elég lassú. Az nem tudom. Egy nagyobb nyomaték kellett volna. Én most odaegesztettem a kamerát a kocsihoz, elég gáz, ahogy oda raktam. Megkeresem a kamerámat, és ne menjen majd a kocsival. Hadd rakjam rá. Hát ezért kanyarodik, csak elég nagy ívbe. Helye, hely meg. Menni. Azok az izzók. Na, lerögzítettem. Oké, most már nem kell. Ezeket a lámpákat nem lehet valahogy megszabadítani? Na, dehogy is, ez így jó. Így az igazi. Nekem most tök jó, így kamerában látom a dolgokat. Itt lebek a kocsi előtt amúgy, hogyha megnézed. Várjál! Oda megyek, most a kamerában nézem magam. Itt, jaj! De nehéz így irányítani. Hogy nézed magad a kamerát? A vesszőre raktam, de nem tudom, hogy te tudod-e látni. Mindegy. Te mit csinálsz? Elvileg színezem. Látom. De ha már hotrod, akkor legyen vörös, nem? Ne. Na, vigyél el egy körre. Kocsiddal. De most én ülök az első ülésbe, várjál. Nem tudom, hogy be akarok-e ülni. Nem. Kanyarodik csak elég nagy ívbe. Az igen, mi volt ez? Nem tudom. Miért vegyük a vízbe? Na várjál, segítek én is kijutni. Te hogy kanyarodsz így? Hát én úgy csináltam meg. Mi ez? Nem tudom. Hulla. Milyen jó, hogy ezzel még víz alatt is lehet közlekedni. És nézd, milyen jól néz ki, ahogy húzod magad után az energiatakarékos izzókat. Nagyon jó. Nem tudjuk irányítani. Hó, az energiatakarékos izzók lemaradtak. Ez felborult. Nagyon elengedem magát. De mintha a szék nem úgy állna, mint amikor ráültél volna.
Na most már igen. Meg fogok halni. Na várjál, maradj egy helyben. Várjál. Ja, ne! Várjál. Maradj itt. Ah, nem, nem tudom. Na. Pillanat, és megcsinálom, amit akarok. Jó. Jó. És ne ezt figyeld. Wow. Jó, leveszem azt, hogy lebegsz. És mire van rakva? Aha. Nagyon jó. Ez mi volt? Hát ez egy hiperhajtómű, amit ráraktam. Hiperhajtómű? Hát kb. Olyan erős. Megigazítanak, tessék. Most már viszont nem tudom, hogy irány. Szállj le, nézd meg! Várjál. Úristen. Na már megint szétesett? Na egy kicsit. Ne vettem a hajtómű. Kicsit. Valahogy el lehet menteni a modellt amúgy, amit csináltál. Hogyha így a szívedhez nőtt ez a rengeteg energiatakarékos izzott maga után húzó kocsi. Hát annyira azért nem. Miért akadtak fel az izzók? Nem tudom. Én nem tettem rá izzót. Teszek rá bombát, mit szólsz? Dinamitot. Kell valami fegyót kéne. Ez most én nem tudom, hogy kell. Nincs rajta, de nincs rajta valami géppuska, meg semmi komolyabb fegyó nincs rajta. Közelébe se volt. Hogy érted? Na most már igen. Ma már nem hegesztettem hozzá. De hozzáhegesztem akkor viszont. Ah, itt van. Nem jó, hogy rehegesztettem, de jó. Ó. És azt is be tudod rakni gombra? Nem tudom. Ja, én ezt most csak a izékből, a fegyverekből szedtem. Ja, az lehet. Akkor lehet, hogy nem fog működni. Hát elvileg le lehet tenni gombot. Akármi is legyen az. Lehet itt kell amúgy kereket rá tenni. És akkor a kapásból rá lehet rakni azt, hogy mivel menjenek a kerekek. Lehet, lehet. Itt van egy kerék, és akkor előre tolatás. És akkor tudod így az egyik keréknél az előrével azt a jobb oldalára rakod, és akkor kanyarodik. Mikor az első kerekekre rakod a nyomatékot, és akkor ellentétesen forgatod meg őket, akkor kanyarodik. Míg a hátsókat, meg a motort rakod, és akkor, hogyha előre nyomod, akkor előre megy. Na igen. Fú, micsoda. Tudod amúgy, hogy így öreg csatata vagy? Igen. Nem. Ó, Star Wars Imperial Friendly pálya. Vagy mi a francia? Star Wars Battle. És azokat itt be lehet tölteni, meg le lehet tölteni. És hogy tudok karaktert választani? Ez most jó kérdés.
Nem tudom. Lehet, hogy a... Ó, Minecraft-iti. Minecraftos lesz a grafika, vagy mi? Nem. Esknél esetleg beállítások? Nem. Viszont le lehet tölteni fájlokat és fel lehet iratkozni rájuk. Ez mondjuk jó. First Stargate game. Hát amúgy a Stargate-es cuccok azok tök jók, ilyen csillagkapukat lehet létrehozni, és akkor van egy nagy pálya, akkor át lehet menni A-ból B-be egy pillanat alatt. Elég jó kis Stargate-es cuccok vannak. Látom, hogy úgy, hogy itt a bővítményekben le lehet tölteni egy csomó mindent. A pályákat. Elég könnyen. Nagyon régen tudtam. Járművek. Jaguar. F-15E. Csak az a baj, én ezt letöltöm egy pillanatot, csak te nem fogod látni szerintem. Ah, azért mégsem egy olyan pillanat, most egy kicsit befagyott a játék. Ebből van F-15M. Betöltöttem. Nem tudom, hogy hogy hívom el, tök mindegy. Na jó. Most mit csinálsz amúgy? Megpróbálom ezt a izékkereket. Ja. Én teszek az aljára is egy hajtóművet. Mondja, hogy előre. Azt hiszem, hogy most a világ legjobb űrhajóját hozom létre. Ez jó. Várja, ha azt mondja, hogy az előrét nyomom és balra fog menni, akkor azt bal oldalra kell tennem, ugye? Na, kíváncsi vagyok, úristen. Úristen! Úristen! Mi ez? Úristen! Hát az űrhajom az nagyon repül. Wow. És te ülsz benne? Igen. Elvileg én irányítom. Gyakorlatilag nem. Pedig kormányunkat is raktam rá. Hát igen. Nem tudok megállni. Lehet, hogy mondjuk nem... Te jó ég, hogy kerültem be az épületbe? Ez mágia. Na jó van. Hogy állsz? Ó,
amúgy székhez is hozzá lehet kötni ezeket a dolgokat, hogy működjön, tehát hogyha elvileg én ülök be, akkor én tudom irányítani, de hát azt sem tudom így, hogy hogy kell. Egy ilyen háromszög nem állna jó rajta, pont így. Most egyre a kerekeket szeretnénk kipróbálni. Talán a jöhetnek a csinapsi dolgok. Na nézzük. Ő! Kicsit furánál. Nem megy. Várjál, hát. Csak közben a kocsid is megy. Hát ez így valami nem stimmel. Szerintem az, hogy túl kicsik az első kerekek ahhoz, hogyha azra állítottad a kormányzást, akkor nem érnek a földre, mert nincs elég súlyában. De a hátra, hátra miért nem megy a nagy kerekekkel? Nem tudom, a másik az megy, szét is esik közben. De ez miért nem megy? Hát azért, mert nincs rajta energiatakarékos izzó. Az neki? De... Valaki belépett. Ah, hanem. Te látod rendesen amúgy? Ne. De fószert? Nem, csaj, de... Okay. Ja, tök mindegy. Ő most szét... Most hozzányúlta. Nem, ő vitte el. Elvitte a kocsimat. Lőjük le. Nem, nem lehet. Akkor lőjük meg valamit. Ezek rá egy kereket. Nem tudok rátenni kereket. Mondjuk a kocsinkkal meg tudjuk ölni. Ne, a hot rodot ne. És komolyan ezért jött be, hogy... Trollkodjon. Köszönjük. Ah. Ne, mezzeletről nagyon van, nem. Publikra jövünk. Nézzünk más játékmódot amúgy. Trouble in Terrorist? Be benne lennél? Pingpongozok a gyerekkel. Nem tudom, ez nem hangzik túl jól. Hát az az, amikor... van... a rendőr, meg, vagyis a nyomozó, terroristák a városban. Jaj, ne, azt most úgy ne. Azt az sokat kell gondolkodni. Igen. Inkább azt a izét nézzük meg, azt a... átlag. Megnézhetjük. És most már csak azért is fölteszem azt a kereket. Egy asztal. Ja. Túl kicsi az asztal, mi? Ez érdekesen néz meg. Rakjuk ide. Így. Hát neki sok értelme nincs. Azt mondod. És ha így van. Jaj. Akkor sincs. Na, nem állt. Ez így olyan, mint egy vitorlás. Hmm. És ha raksz még egy asztalt. A másik végére gondoltam. Na, ez így viszont marha jól néz ki. Jó lesz.
Hát figyelj. Marsjárónak nem vinném el. De azért egész jó. Na jó, mondjuk ezt. Hát ja. Elbúcsúzol még a Hot Rodtól? Hol van? Elesleg rögzítettem, itt van. Nem lehet elmenteni valahogy? Hát ez nem, ez bármikor összerakom újra. Azért ez... Ez kukával. Hát a gyerek lépett, nem bírta az izgalmakat. Úgy oda bele. Sülyeztetve. Viszlát. De nézd meg, azért a energiatakarékos izzók azok bójaként szolgálnak. De akkor hirtelen... Rántottam. Na, várjál, felemelik? Te figyelj, már nem raktunk rá fekete dobozt. Felém tart! És ki jött? Na. Örültünk, hogy láttunk. Köszönjük, hogy még egyszer megöltél vele. Ilyesen. Na jó. Ja, műhelyben lehet leszedni dolgokat. Aha. 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 Műhelyben majd... Nem tudom, nézelődünk, akkor biztos le tudunk szedni itt jó dolgokat. Akkor eddig is műhelyeket néztem. Na jó, mindig. Akkor keresd a szervert, jó? Mind vannak is, vagy? Hát, igen, szerintem azért oda mehetünk olyanra, ahol vannak, nem? 1942 RP, ez mi? Van valami világháború, második világháborús. Zsizé, szerver RP, tehát... most nem mint az... Roleplay. Szerepjáték. Egy ilyen 3x8-as. Azt mondtad prop hunt? Mhm. Várjál, nekem le kell tölteni, de letöltöm pillanatok alatt. Neked le van? Mhm. Jó, most már nem van. Szóval mehetek utánad. Egyelőre még nem vagy szaron? Még tölt. Ja, mert van olyan csatlakozás a játékhoz, és nem tudtam, hogy hol vagy, azt nem akartam. Lássítozz! Mi? Mi az? Erre izére mentem be. Valami... Sandbox izére. Nagyon jó. Töltés közben nem jön be, nem látom. De beállítottam, hogy profál. Több játék a szerver keres. Ugyan oda mentem vissza, ahol voltam. De miért sandbox? Miért vagyok offline módban? Top hunt. Na. Nézzük. Olyan kéne, ahol nincsenek azért nagyon sokan.
Mondjuk ez jó. Viszont valahogy offline módba került a Steam-en, vagy nem tud kapcsolódni. Kicsoda? A Steam-en. Jó. Ja. És akkor így meg nem tudom, hogy melyik szerverre mentél. Hál az égnek. Jaj, de... Jaj, most miért volt ez off? Nem. Közelebb rád akartam menni, utána már nem volt jó. Az baj, sajnos gondolom fogalmam sincs, hogy melyik szerverre mentél, mert hogyha megadod a nevét, akkor elvileg rád fog keresni. Nem igazán. Meg még nem se töltöttem mondjuk. Ha tudsz shift-tabolni, akkor elvileg magadra kattintva lehet, hogy meg tudod nézni a szerver infót. Nem tudom. Nem összetöltsön be. Mit? Ja. Vassá. Megpróbálok kijelentkezni is be. Hát tökömet tölteni mindegy. Nem, ez még nem is tölt, ez még csak downloadol. Amiben vagyok a Keris módra, nem fog így menni. Ez most kifagyott? Mit csinál? Ez meghalt. Lehet, hogy a Steam adta meg magát amúgy, mert nem működik nekem normálisan most a Steam. Ez töltés közben meghalt. Vagy letöltés közben. Nekem is offline-ban van. Hát lehet, hogy meghalt. Kinyifant a Steam. Hát. De szerintem én megyek, jó? Jó, van, oké. Hello, Yui. Hello, hello. Jó éjszakát, pápa. User disk.